szerelembe mondják, belehalak ír, de úgy kell a boldogság, mint egy falat kenyi. S aki él, mint gyermek, és anya ölbe vágy. Jó napot kívánok mindenkinek! 2019 óta van mindennapjainkban itt a Covid, hozzánk 2020-ban köszöntött be, és azóta sok mindent elmondtak róla, sok mindent megtudtunk erről a betegségről, sok mindent elhittünk, és sok mindenben kételkedünk, mind a mai napig. Éppen ezért a magunk között vendégeként Horváth Zoltánt, a Dunaszerdai Kórház sürgősségi részlegének vezető orvosát hívtam meg, hogy beszélgessünk, hogy mi változott azóta, és hogy mit gondolunk erről a betegségről, mi az, amit tudhatunk, és mi az, amit elhihetünk. Szia Zoli, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. A mi ismerettségünk ez egy érdekes sportbaleset okán kezdődött, nem tudom, emlékszel-e, 20 évvel ezelőtt volt egy karate balesetem, és te voltál a szobaorvosom. Én emlékszem arra, hogy bár a rövidtávú emlékezetemet akkor elveszítettem, hogy te voltál az a sebész, aki vizsgálgattál, de az, hogy ma itt beszélgetünk, annak több apropója is van, hiszen az elmúlt évek többször összekapcsoltak bennünket. Én hozzád azért fordultam, mert hiteles orvosnak, hiteles embernek gondollak, és amikor a Covid hozzánk beköszöntött a 2020-as év elején, te úgy ritkábban, ugye negyedévenként szoktál megszólalni a Facebook posztjaidban, de akkor nagyon markáns és nagyon világos képet nyújtottál mindezekről, és amikor először, ez hogy időzzelek pontosan, Latinovics Zoltán szavait mondtad azt, hogy múlunk és nem mulatunk, az idő mulatja kedvét rajtunk, hogy ez a múlás és a rajtunk mulatott idő, hogy hogy történt és hogy zajlott le, te hogy élted meg a Dunaszerdai Kórház orvosaként a Covid beköszöntését ide hozzánk? Ugye, ha valami ismeretlen tör ránk, vagy bárkire, akkor mindig a kezdeti stádiumban vannak félelmei. A félelem abból fakad, hogy nincs tapasztalata, és nincs olyan információja, amiből meríthet. Tehát a bizonytalanság volt az első olyan, talán széles általánosságban megmutatkozó dolog, hogy a bizonytalanságból fakadó félelmeinkkel kellett az első hullámban megküzdeni minden szinten. Ugye, amikor az első covidos beteg ugye megjelent Szlovákiában, ugye akkor addig csak hallottuk, hogy hol van, milyen tünetei vannak, de akkor olyan nagyon félve, hogy akkor mindenkit karanténába zártak, tehát hogy ha találkoztál vele, ha nem, aztán rájöttek fokozatosan arra, hogy kell ezeket a szabályokat megalkotni. Szerintem még mind a mai napig azért ezt mondjuk, hogy a döntéshozók tanulják. Ez egy képlékeny dolog mind a mai napig. De az első hullámra, talán ha nagyon röviden össze szeretném foglalni, akkor a saját bizonytalanságunk és a saját félelmeink voltak azok a momentumok, amikre így markásomban vissza lehet emlékezni. Te orvosként hogy élted ezt meg? Hát mindenki azért kíváncsian és azért a saját félelmében próbál létezni, tehát nem lehet azt elmondani, hogy bennünk orvosokban, vagy akár bennem nem volt, meg mindenkiben benne volt a fész. És azért mondom, hogy amikor az első beteggel találkoztunk, akkor úgy mindenki olyan óvatos távolságtartással nézte, hogy akkor most ez hogy is fog történni, hogy fog zajlani. Emlékszel erre? Hát emlékszem, persze. Ilyen momentumokra az ember emlékszik, persze, hogy tehát most ez mindenkinek megvan az életében ez, gondolom. És a második hullámban viszont ott már, vagy most már akár a harmadikban is, hogy egyértelműen a vírussal és a vírus okozta betegséggel küzdöttünk tavaly januárban, utána aztán kicsit lazábban, és most vagy pár hónapja újra, és hát ha minden igaz, akkor ugye megint itt áll az előttünk ez az omikronos hullám. Ami, de ugye ahogy változott a vírusnak a belső szerkezete, úgy változott a külső megítélése is. Uh-huh. A megítélése, mint olyannak a védekezés szempontjából, a megítélése, mint olyannak a tünetek és a betegség lefolyása szempontjából, mint olyannak, hogy is kell ehhez az egészhez hozzáállni. Egyéni szinten, osztályos szinten, orvosi szinten, intézményi szinten, és hát ugye végső soron társadalmilag is. 11 évig vezetted a kórházat, jól emlékszem, igazgatóként.
Hogyha azt nézed, hogy a Dunaszerdai Kórház hogy birkózott meg mindezzel, mit tudsz erről mondani? Mi a te véleményed? Én úgy gondolom, és a meggyőződésem is, hogy, és ez hála tényleg azoknak a kollégáknak, és azoknak az egészségügyi dolgozóknak, gondolok itt nővérkékre, ápolókra, akik azért nagyon-nagyon ott voltak az első vonalban, tehát ez egyértelmű. És hát bárhova tekintünk, azzal az ominózus egyedi dunaszerdahelyi filmmel, amivel beírta magát a Covid történetébe a kórház, ezáltal még csak mondjuk így, hogy föltette az íjra a pontot. Természetesen hozzáteszem, a nagyon sok haláleset és a nagyon sok olyan nem szerencsésen végződött hozzátartozó, aki azért a főidőben a Dunaszerdai Kórházban hunyt el, az valahol mindenkit nagyon mélyen érintett, és természetesen érthető az is, hogy a hozzátartozók vannak olyan esetek, amikor úgy gondolják, hogy nem éppen állt a helyzet magaslatán az ellátás, de én azt tudom mondani, hogy az egyedi eseteket kivételével nagy általánosságba, empátiába, hozzáállásba jól vizsgázott az intézmény. És azt is el kell mondani, hogy a járvány azon szakaszaiban, amikor mindenhol telt ház volt, akkor minden régió a saját kórházára volt utalva. Igen. És ez ugye 2020 márciusa, április, amikor a húsvéti ünnepeket otthon töltjük, és azt követően kinyit az év, kinyit a nyár, mindenki úgy gondolja, hogy ezt most leküzdöttük, és akkor jön a hullám, és novemberben neked volt egy dörgedelmes posztod, egy olyan írásod, amit nagyon sokan, közel 400-an osztottak meg, amikor is elmondtad, hogy az emberek legyünk észnél, és figyeljünk oda arra, hogy ne az legyen, hogy nálunk is az olasz helyzet megismétlődjön. Ennek én azt gondolom, hogy nagyon komoly társadalmi hatása volt. Hát kapta a hideget, meleget érte, de hát... Te azt mondtad el orvosként, amit el kellett mondani. Hát igen, én úgy gondoltam, hogy, és most is vallom, hogy azt az úgy nagyon... Hát nagyon-nagyon mélyről jött, és úgy nagyon hirtelen, tehát szinte fél óra alatt írtam meg azt a posztomat. Kiszakadt belőled mondjuk. Úgy nagyon előjött, az megvan az is a pillanat, hogy hol ültem, mikor, stb. De én úgy gondolom, hogy azt, és nem örülök, hogy sajnos igazam lett, mert azért az, amitől akkor féltem, az pár hónappal később sajnos beigazolódott. De hát én most is azt mondom, hogy lehet itt oltás, lehet itt gyógyszer, lehet itt bármi. A döntő többsége még mindig majdnem azon múlik, hogy mosunk kezet, hordunk-e, ahol kell és ahol szükséges védőfelszerelést, és hát tartjuk-e a távolságot, amit ugye ez a három alapvető dolog, ez egy járványban, egy vírus helyzetben nem fog változni. Kezdünk lazulni ebben a témakörben, én azt látom. Persze, ez is benne van. Bezárva, korlátok közé szorítva nem lehet hosszú éveken keresztül élni, és ezért is én azt is elmondtam számtalan helyen, hogy a kaotikus járványügyi intézkedések és a egyszer így, egyszer úgy, ez nem csak az felé vett bizonytalanságot, hogy kifelé, hogy ítélem meg, és hogy próbálok alkalmazkodni a szabályrendszerhöz, hanem a saját belső, mondjuk így, hogy biztonságomat vagy a bizalmamat is el tudom hamarosan veszteni, és akkor a saját hozzáállásom is gyengül, és a saját odafigyelésem is. És tényleg kis dolgokon múlik az egész. Hogyha most orvosként, magánemberként nézed itt, azért a környező országok is így-úgy oldják ezt a helyzetet. Látsz pozitív példát, amire azt mondod, hogy így kellett volna csinálni a Szlovákiának is? Ahogy csináltuk, azt már nem tudjuk megváltoztatni, az már marad. Történelem. Az így mondjuk marad. Közünk van hozzá, de talán már annyira nem. Én azt látom, hogy itt annyira nagyon... Természetesen egy járvány megoldás, a járványügyi megoldások mindig az aktuális helyzettől fakadtak. De azért nem vagyunk egy annyira hatalmas tömeg itt Közép-Európa szívébe, hogy ha annyi közös megoldást akarunk sok más ügyben, adózás, ez azonban most nem éppen az Unióra gondolok, de akár a V4-ek is, hogy
lehet, hogy jobban össze lehetett volna hangolni, és akkor ami jó máshol, azt gyorsabban implementálni, ami rossz, azt elengedni, nem erőltetni, mert talán mi találtuk ki. Tehát ebben nagyon sok ilyen egyénieskedést látok, és hát ugye a paradox helyzetek egyike az, hogy az egyik országban, majd kicsit a sportot is belehozzuk, akár teltházas mérkőzések zajlódhatnak, most mondjuk az kézilabda EB kapcsán, nálunk pedig az utolsó utáni pillanatban nagy nehezen 25% ember bemehet, ha szurkol is. A paradox az, hogy 50% mehet be, ha nem szurkol. Na most. Kézilabdára még visszatérünk, még nem tudom megkerülni azt a populista kérdést, amit szerintem mindenki megfogalmaz magának, és meg föl is tesszük a kérdést, vagy hangosan, vagy halkan, hogy meddig lesz itt velünk a Covid? Vagy most már ez így a mi életünkben, ez így örökre marad? Tudom, hogy ez egy laikus kérdés. Tehát nagyon sok érdekesnél érdekesebb megnyilvánulás olvasható. Ugye itt nagyon könnyen olvasunk csehül, szlovákul, németül, magyarul, és hát egyértelműen az összes nagyon okos virológus, vagy akár matematikai analízisekből ítélkezők azt mondják, hogy ez a vírus várható volt, előre látható volt, és hosszú ideig velünk marad. A vírus magától nem fog elmenni, ahhoz, hogy gyengítsük, kordába tartsuk, ahhoz, hogy a helyzet urai legyünk, az rajtunk múlik, de az elkövetkező pár évben ilyen-olyan formában itt lesz. Vírus tagadók, vírus pártiak, ilyet nem is mondhatnék, vírus elfogadók, ez is itt van. Ezzel mit lehet kezdeni? Tehát ti, mint orvosok, találkoztok ezzel és azzal. Igen. Én most nem a saját szavaimat fogom elmondani. Valamelyik este néztem a Zacher Gábornak egy megnyilvánulását, és ő azt mondta, hogy ő az egész történetben is ezzel maximális egyet tudok érteni. A teljes mértékű és abszolút kitárulkozott kommunikáció hiányát látja ebben az őszinteséget? Azt, és hogy nem lett elmagyarázva, és ez nagyon jó szavakat mondott, amikor azt mondta, hogy ő azt tartja a legnagyobb hibának, hogy nem magyarázódott el olyan nyelven, hogy az is értse, aki 500 szóból beszéli azt a nyelvet, és 500 szavas a szókincse, meg az is, aki Shakespeare-i magaslatokig ismer egy nyelvet. Tehát ennek az egyszerű, világos kommunikációnak az első pillanattól történő hiánya, vagy mondjuk, hogy hiányossága az, ami ide, vírustagadók, oltástagadók mindig is voltak, lesznek. Ezzel nem nagyon lehet mit csinálni, de a józan és nyílt szinte kommunikáció az viszont szerintem alapja lehet az elkövetkező évek vírus és járvány kezelésének is. Hát, ha ebbe fejlődünk és hát, ha ebben javulunk, mert azt meglátjuk. Azt olvastam tőled egyszer, hogy te a cselekvő humanizmus emberének tartod magadnak. Igen, a rotaris évek és a rotaris mi volt, igen. Jó, de amúgy ez benne van az orvosi hivatásodban, benne van az eddigi tevékenységedben, és hát ehhez jön a sport. A sport szeretete. A kézilabda, ezt mondjuk egy kicsit családilag is hozod otthonról, mert azért a település, ahol négy származó, ott is volt kézilabda. Igen, meg a lányomon keresztül főleg, ugye. Aha. Aki Dunaszerdahelyen kezdte a kézilabdát, aztán a Fradiban fejezte be, úgyhogy innen indul, de hát ez már... Te most egy klubelnök vagy Dunaszerdahelyen a kézilabda okán, és hát a Szerdahelyt általában a focival, a daccal kötik össze, ez is dac, és nagyon szép eredményeket produkáltok, ezt látjuk, hogy kezd kialakulni egy olyan fajta érdeklődés a kézilabda irányába, ami volt is Szerdahelyen, de most új erőre kapott. Hát igen, ugye azért Dunaszerdahelyről el lehet mondani, hogy egy sportos város, mert ha megnézzük az utánpótlás sportokat, vagy akár a sportklubokat, azért vagyunk hál' Istennek szép számmal. És ugye valamikor a fiúk voltak egy kicsit toppon, jobban a kézilabdába, most a lányok ideje jött el. Ugye most a foci a fiúk, lányok a kézilabda, tehát ez egy ilyen testvéri szimbiózis labdasport. Nemekre leosztva? Hát igen, nemekre leosztva, de azért itt mindig az egyik legfontosabb a dunaszerdai szurkoló, aki bármilyen sportról van szó, és bármilyen sportágról, és bárhol azért követi a csapatait, követi a szeretteit, úgyhogy
ez egy nagyon kerek történetté válhat egy város életében, hogyha a sport az kimagasló eredményeket tud produkálni. Hát ez kerekedik is, ma beszélgettünk, és holnap után is játszik a csapat, hogy néztem egy svéd csapattal fognak. Igen, az Európa Kupa immáron harmadik fordulójában a legjobb 8 közé jutásért játszunk itthon a svéd csapattal, úgyhogy épp ezekben a pillanatokban érkeznek a Pozsonyi Reptérre, úgyhogy... Ez komoly történet. És hát azt is látom, hogy a szlovákiai ranglistában is elég szépen a harmadik helyre küzdöttétek föl magatokat. Igen, a tavalyi évben ez a közös rendezésű Molliga, ez a csehszlovák Molliga, hogy ott voltunk harmadikok, és a szlovák összevetés végén pedig a Nagy Mihály mögött a második hely. Ebből fakadt a kupa szereplésre való jogosultságunk is, és így indultunk az Európa Kupába, mondjuk így, hogy történelmileg először. Ezt gratulálni tudok, és tényleg a klub munkásságához csak erőt, egészséget, de hogyha összehúzok a két témát, a Covid az mennyire hatott most a sportéletre? Hát ugye itt is a három dologra bontanám szét gyorsan ezt a történetet. Egyik a profi sport. Hosszú vajudás után meghatározódott az a öt-hat sportág Szlovákiában, profi szinten, ami mehetett edzésmunka, bajnokságok is. Aztán ez volt a pozitívabb változata. A negatív az mindig úgy volt erre ráépülve, hogy ugye ott játszottak a nézőkkel. Lehet, nem lehet, miért nem lehet, mennyi lehet. Néha teljesen irreleváns elképzelésekkel, üres stadionok, stb. Tehát azokban a terekben nem is értettem, hogy most miért nem lehetnek ott a szurkolók. Ez megölte a szurkolói lelkesedést. Hát egyszer a szurkolói lelkesedést, és ezt azért úgy visszaforgatjuk egy picit, ugye azért a profi sporthoz a lelkesedésen és az elszántság, elhivatottságon kívül azért pénz is kell. Tehát azért a kluboknak komoly kiesést jelentett a jegybevétel folytán. Ennyit a profi sportról. És ugye hát a másik dolog pedig az ifjúság. Ugye voltak olyan országok, ahol tudatosították azt, hogy az utolsó dolog, amihez kellene nyúlni, az az ifjúsági nevelés, tehát a tanítás, az iskolák, illetve az ifjúsági sport. Ugye mind a mai napig az elmúlt két évben hol edzhettünk, hol nem edzhettünk. A bajnokságokról, ugye, mert hát ugye az edzésnek a kimagasa, a csúcsa az, hogy gyerekek játszanak mérkőzéseket. Néha nem is az eredmény számít, csak azért, hogy megszerezzék abban az időszakban azt a rutint, azt a tapasztalatot, azokat a képességeket, amit aztán később már nem lehet. Csak akkor is ott tudnak megszerezni, mert az időben is benne van. Így van. Na most itt van egy, vagy alakulóban van egy generáció, aki az elmúlt 2-3 évben nagyon iskolába se járt, és nem is tudott sportolni. És most, ha megint konkrétumok felé megyünk el, akkor nagyon sok olyan tehetséges gyerek van, de nem biztos, hogy éppen ez csak a tehetségekre vonatkozik, akik ugyan benne voltak egy edzésprogramba, egy dinamikába, egy ritmusba, és ez a sok tehetem, nem tehetem oda juttatta őket, hogy hát abba hagyták. Elvesztettük őket? Elvesztettük őket. Hát most sok gyerek ebbe a tétlenségbe azért meg is hízott, mondjuk meg őszintén, számítógép, chips, stb. És hát ugye online oktatás? És úgy van. És hát ugye ebből fakadóan nagyon nehezen fog akár fizikálisan is, és bármilyen módon vissza tudni jutni abba a sportolási napi rutinba, mint azelőtt. Itt az egyes szövetségek, gyerekek ezreit vesztették el, és nem mindenki tehette meg azt, hogy azt mondta, hogy a tehetséges gyerekemet fogom és elviszem oda, ahol ez nem történt meg. Például Magyarországra. Például Magyarországra, például Csehországba, például Ausztriába. Ez számokkal kifejezhető adat. És én ettől félek, hogy ugye azt a alapokat, amit 9-10 éves korában el kellett volna sajátítani, azt nem biztos, hogy el fogja tudni sajátítani két évvel később, két év ilyen kihagyás után. Úgyhogy én ebben látom a legnagyobb... És ezt érzétek is már most klubszinten? Hát klubszinten is, igen, természetesen érezni klubszinten is, meg hát, hogyha az ember úgy figyeli kicsit a más sportágok történéseit, más szövetségek megnyilvánulásait, akkor ezt egyértelműen mondják. Tehát itt is évek lesznek, mint a Covid mellékhatása, utóhatása, amelyet hát le kell majd dolgozni. Igen. Hova futtatható ki a dunaszerdai kézilabda élet? Amikor, most poén lesz, amikor 5 évvel ezelőtt megalakítottuk a klubot, akkor megkérdezték
többször tőlem, hogy mi a cél, és én ott ugye poénosan mindig azt mondtam, hogy a Final Four. Uh-huh. De hát ez, maradjunk a realitások talaján. Én szerintem a klub történetének az elmúlt 5 évében belefért egy bronzérem, belefért egy szlovák ezüstérem. Most, ha valaki azt mondta volna tavaly, hogy megyünk 2 kört az Európa Ligába, akkor azt mondtam volna, hogy fantasztikus. Most nagyon örülnék, és hát, hogy az evés közben jön meg az étvágy, mindenki ilyen, emberből vagyunk. Nagyon jó lenne még, ha már egyszer úgy ki tudtuk diplomáciázni, hogy a 2 mérkőzést itthon játsszuk, akkor valahogy kicsikarni a legjobb 8 közé jutást, és onnantól már persze, én a 16-ra is azt mondtam, hogy onnantól már mindegy lenne, de azért ez sosincs így, de persze, ameddig tudunk, megyünk. Covid ide, Covid oda, tervek vannak. Én ehhez nagyon sok erőt, egészséget kívánok úgy a csapat kézilabdás részének, mint a kórház minden dolgozójának, mert azért azt se felejtsük el, hogy a Covid itt van a mindennapjainkban, és úgy gondoljuk, hogy a nagy hullámok már lezajlottak, és a frontvonalban mind a két részlegen, amiről most beszéltél, ott áll úgy a kézilabdás, és ott áll ugyanúgy az egészségügyi alkalmazott. Én köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm, és még hogyha úgy zárásként elmondhatnám, minden elismerésem most is azoké, akik ott álltak közvetlenül a Covid-osztály 80 ágya mellett nap mint nap, beöltözve, izzadva, tele empátiával próbál segíteni, látva azokat a fájdalmas pillanatokat is. Nagyon sok kolléga annyi rossz hírt szerintem még nem közölt hozzátartozókkal, mint az alatt az idő alatt, annyi negatív zárójelentés nem írt meg, mint az alatt az időszak alatt. A nővérkék annyi betegnek, aki nagyon rossz állapotban volt, a kezét nem fogták, családtagok híján, mint ebben az időszakban, mint minden elismerésem. És akkor, amikor az a járvány kezdődött, akkor nagyon jól esett mindenkinek a taps meg a teraszon való éneklés, zenélés. Hát az utóbbi időben ez nagyon ellene, nagyon viszályára fordult, és én azért azt mondanám, hogy ne bántsuk azokat, akik ott vannak és ott dolgoznak, addig, amíg ki nem próbáltuk, és hát viszont azt mondom, hogy sose próbálja ki senki ott lenni, se az egyik, se a másik oldalon, de volna mit emberiességből, mértéktartásból, visszafogottságból tanítani, meríteni abba. Úgyhogy én ezt azért szükségesnek tartottam így elmondani. Köszönöm, Zoli, a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, ez a Magunk között 2022-es második adása volt. Sportról, mindennapjainkról, a Covidról és annak utóhatásairól beszéltünk Horváth Zoltánnal. És hogy mi is csatlakozzunk a köszönethez, a Kicsi Hang verséneklő együttes előadásában 2 énekelt verssel zárjuk a mai beszélgetést. Fogadják szeretettel. A viszontlátásra. Szívedbe rejtesz, szemednek tárt ki azt, amit szemedbe sejtesz, szíveddel várt ki azt a szerelembe mondják, belehal a kél, de úgy kell a boldogság, mint egy falat kenyé, s aki él, mint gyermek, és anya ölbe vágy, ölnek, ha nem ölelnek, arc térnázi ágy, már nincs benned a régen, tapadva törtöd is, és most szívedből szépen kihol halálod is. Amit szemeddel sejtesz, kezeddel fogd meg azt, akit szívedbe rejtesz, öld vagy csókold meg azt a szerelembe mondják, belehal a kél, de úgy kell a boldogság, mint egy falat kenyér. Amit szívedbe rejtesz, szemednek tárt ki azt, amit szemedbe sejtesz, szíveddel várt ki azt a szerelembe mondják, belehal a kél, de úgy kell a boldogság, mint egy falat kenyér.
Szeretlek, szeretlek, szeretlek. Egész nap kutatlak, kereslek. Egész nap sírok a testedért. Szomorú, kedves, kedvesért. Egész nap csókolom testedet. Csókolom minden percedet. Minden percedet csókolom. Nem múlik kézed az ajkamon. Ta-ra-ra-ra-ta-ta. Szeretlek, szeretlek, szeretlek.